Ilyenkor ősszel előfordulhat, hogy dolgunk van a kertben, és elkezd esni az eső, mint ahogy most is már csöpörög, de hát azért még tudunk ilyenkor kint dolgozni, nem vagyunk cukorból. Mit szóljanak azok, akik Angliában kertészkednek, és folyton esik nekik az eső. Ilyenkor ősszel rengeteg dolgunk van, ugyanúgy, mint tavasszal. Egész nyáron szinte töredéke a munka az ősz és a tavaszi munkákhoz képest, úgyhogy ilyenkor kell belehúzni. Ha ilyenkor ősszel és tavasszal tisztességesen elvégezzük a munkánkat, akkor utána a nyár az már gyerekjáték. Szóval ilyenkor kell rendet rakni a kertben. De előtte azért álltam itt meg, mert láttam a különböző kertész csoportokban, hogy mindenki szídja a rózsaszín pampafüvet, hogy nem is rózsaszín. Hát hadd mutassam meg, hogy a rózsaszín pampafű rózsaszín. Lehetséges, hogy az az oka, hogy itt ugye savanyú a talaj, és lehet, hogy ennek is kell a színhez, mint a hortenziáknak a savanyú talaj, de nálam olyan lett, mint amilyen a képen volt, ugyanolyan rózsaszín. Tehát a másik kulcsa valószínű az, hogy megbízható helyen vásároltam, tehát termelőkertészetekben vásárolok, egyrészt sokkal megbízhatóbbak, másrészt pedig értenek a dolgukhoz, és nem csapnak be, mert szeretnék, hogy visszatérjünk, harmadrészt pedig tizedárba vagy 20-ad még kevesebb árba kerülnek, mint a kereskedő kertészetekbe. Nos, én őt tavaly előtt ősszel ültettem, tehát tavaly volt az első éve, 3 bugát hozott csak, és az idén 33-at, sőt, még mindig hozza, remélem még ez is ki tud nyílni, és hát ez még magasabb lesz jövőre, tehát ahogy erősödik, még úgy nő, de ha ekkora marad, nekem az is megteszi. És akkor a gyönyörködés után jön a munka is. Következő állomás, ahol megállok, ez a citromnád. Erre is szerintem méltán vagyok büszke, ugye ez egy monszun éghajlat alatt távol-keleti növény, amely nagyon szereti a csapadékot. Nem lehet kapni a környéken citromnádat, sok ázsiai ételt főzök, ezért egy ilyen picit kaptam és elültettem, és ilyenkor érdemes a nagyobbakat begyűjteni, nagyon sokáig eláll a hűtőben, de akár le is lehet fagyasztani, úgyhogy hónapokig lehet használni, és utána pedig fogom és betakarom. Na most ilyen nagy lett, iszonyú szép, és ebből szedek egy nagy csokorra valót ilyenkor, és beteszem a hűtőbe. Utána hozok egy nagy rakás szalmát, vagyis hát először is föl fogom tölteni újból a permakultúrás kertemet, és akkor ezt alá fogom rakni, vagy hát rá fogok tölteni, és szalmával még jól meghalmozom, hogy ne fagyjon ki, ugyanis hát nem fagytűrő. Tehát ezt fogom leszüretelni, egy kicsit ilyen gyömbéres citromillat, de nagyon erős illat. Egyszerűen lenyűgöző, nagyon szeretem. Tehát ezt fogom megcsinálni, most nem szedem ki mindet. A másik, amit meg szeretnék mutatni, az az, hogy mennyire nem érdemes a burgonya után bármit vetni. Hát ezt nézzétek meg. Szóval, hát nem tudom mikor, augusztus végén, akkor betettem, miután fölszedtem a burgonyát. Múltkor mutattam, hogy már mekkora, és tessék, itt van októberben a zsenge zöldbab. Hát ilyenkor ennél nagyobb örömet, hogy egy zsenge zöldbabot ehetünk, szerintem nem kell ennél nagyobb öröm. Hát itt van az inka gyökér, ami akkora, ennek még adnék egy kis időt, 200 nap kell neki ahhoz, hogy beérjenek a gumói. És ha most ezt kiszámolom, akkor kéne neki egy 3 hét, hogy fölmerjem szedni, de megpróbálom megvárni ezt, és akkor
és akkor fölszedem. Mögöttem a csicsóka is egyébként már itt vannak a virágai rajta, úgyhogy szerintem az alatt is van gumó, megvárom vele az inka gyökeret, tehát ezek az inka gyökér virágai. És hát itt a másik, amit teljesen beterített mindent, ez is egy 5-6 négyzetméter, ez a földi cseresznye, perui szekció, ugye perui földi cseresznye. Itt végig itt vannak a termések, amik még nem érettek, hát nagyon remélem, hogy be fognak érni. Tel is tele van. Jön az eső, és félek, hogy nehogy elázzanak, és akkor elkezdjenek romlani. Ide nézzenek mekkorák. Egyszerűen gyönyörűség. Ide nézzenek. Októberben még a kertben csemegézünk a gyümölcsökből. Vannak még ilyen egészen pici patiszonjaim, meg cukkinieim. Vagy ledinsztelem, vagy besavanyítom a paradicsommal együtt. Útközben lehet egy kicsit eszegetni. Bár egy veszélyes dolog erről lenni, erről a licsi paradicsomról, mert rosszabb, mint a szelíd gesztenye. Annyira szúr, még itt is látjátok, tele van tüskével. De én nem adom fel, mert érdemes megküzdeni érte, annyira finom. Olyan íze van egyébként szerintem, mint a kivinek. Tele van maggal. Ebből egy tonnát meg tudnék enni. Letermett a sárga dinnye, zseniális termés volt. Hihetetlen finom volt, de most már ugye a hideg miatt, meg hogy előregedett, most már csak a bajt okozza, mert hozza a lisztharmatot, és nem szeretném, hogy elterjedjen az üvegházban. Úgyhogy ilyenkor fogom, és akkor le kell szedni, szépen sorba haladva lemetszem, és aztán beteszem a komposztra középre, hogy ezeket a gombákat, amik megtámadták, ezeket a hő lebontsa, és jövőre ne fertőzzek vele. És akkor elkezdődik ilyenkor ez a tisztogatás, amiről beszéltem. Ami letermet, azt összeszedjük, összeaprítjuk, ami fertőző, mint a tökfélék, azok mennek be a komposztra középre, a hőbe, úgyhogy semmi nem megy kárba, még ezek a növények se, nem szemét lesz belőle, hanem újból termő humusz. Egy mexikói finomságot készítek, ez a chili con carne, és nem ugyanaz, mint a chilis bab. Ezt muszáj tisztáznunk, mert amikor chilis babról vagy chili con carne-ról beszélünk, ezt mindig összekeverik. Tehát a chili con carne-ban nincs bab, lehet babbal is készíteni. Egyszerűen azt jelenti, hogy chilis hús, amit legtöbbször természetesen marhahúsból készítenek. Legelőször
olívaolajon megdínszteljük a hagymát. Viszonylag sok olajat használok, mert ez 1 kg darált marhahús, és azért ahhoz kell zsíradék is, és idő is, hogy elkészüljön. Ennek a jellemző fűszerei a római kömény, a bors, a csili és a fahéj. Ugye nagyon sok húsragúban, több tájegységen is a földön használnak fahéjat, ami tulajdonképpen erősíti egy picit a hús ízét, a ragú ízét, nagyon izgalmassá teszi, és a paradicsomlé. Tehetnek bele még egy kis kápia paprikát, vagy piros édes paprikát, vagy akár már az is lehet csípős, a paprika, a friss paprika, amit belekockázunk. Egy kis sóval dinsztelem a hagymát, soha nem pirítjuk, mert akkor megkeseredik, és akkor jöhet bele egy szép húsos paprika. Apróra fölkockázzuk, és ahogy a hagyma dinsztelődik, jöhet elsőként hozzá ez a frissességet adó húsos, illatos paprika. Amíg szépen dinsztelődik a hagyma a paprikával, addig felkarikázok egy jó maroknyi fokhagymát, és akkor, mikor ez már megdinsztelődött, csak akkor adom hozzá, hogy ne égjen meg, ugye a fokhagyma nagyon gyorsan megég. Végeredménynek egy jó, fűszeres, szaftos, csípős ragunak kell lenni, amelybe persze tehetünk szép, nagyszemű, barna főtt babot is, és akkor már csilis bab lesz, de nem szükséges. Általában kukorica lepénye leszik, tulajdonképpen kitunkolják, ami nekünk magyaroknak nagyon passzol az ízlésünkhöz. Kész is van a hagyma paprika, hozzáteszem a sok-sok fokhagymát, de csak egy picit pirítom, sejmesebb legyen az íze, és jöhet is rá a darált marhahús. Mielőtt hozzáadjuk a paradicsomot és a többi fűszert, a római köményt, a csilit, a fahéjat és a borsot, előtte pirítsuk át a darált marhahúst ezen a hagymás paprikás alapon, hogy levet engedjen, hogy lássuk, mennyi leve van, és azt szerint tudjuk a paradicsomlét adagolni hozzá. Érdemes betakarni, hogy jobban dinsztelődjön. Készíthetünk hozzá mi, magyarok, például egy jó puliszkát, mert zseniálisan passzol a kukorica ehhez a fűszerezéshez, hogyha nem akarunk egy kukorica lepényt sütni, de süthetünk egy langalót is mellé például, vagy csak egyszerűen krumplipürét, vagy egy jó, puha, ropogós héjú kenyeret adhatunk hozzá. Ez az 1 kilónyi adag, ez körülbelül 8-10 emberre elég, szóval ez nagyon tömény étel, egy jó nagy adag lesz belőle. Na nézzük, hogy áll. Van még szaftja, de szépen lassan elkezdem fűszerezni. Jöhet a csili, ez egész csili, úgyhogy ezt összetöröm. Jöhet akkor bele a csili pehely, majd kóstolom, hogy mennyi. Jöhet hozzá egy kicsi őrölt fahéj, fekete bors és őrölt római kömény. Szoktak hozzátenni még friss korianderlevelet vagy petrezselymet.
csilit nem kell többet tenni. És még ezt fűszereztem, el is tűnt a lé róla, úgyhogy jöhet hozzá a paradicsom sűrítmény. És kész is! Csak leforralom róla a paradicsom levét.